A Nemzeti Érzésről szólt a Szent Lőrinc diákjainak műsora. Büszkék vagyunk magyarságunkra címmel szervezett fellépést a Diák Önkormányzat, a pedagógusok és az osztályok. Arra gondoltunk, hogy mivel manapság a fiatalok egyre jobban húznak külföld felé, és nem foglalkoznak a magyarsággal, szeretnénk újra emlékeztetni őket, hogy van miért büszkének lenni a hazánkra, és ezt megünnepeljük, egybe kapcsoltuk ezzel az új törvénnyel, hogy 2015-től van ilyen ünnepnapunk. Március 16-a hivatalosan is a szimbólumok napja lett Magyarországon. A nemzeti lobogó és nemzeti címerünk kapott szerepet. Ezeket a jelképeket dolgozták fel a szentlőrincesek is többféleképpen. Erősíteni kell a magyar fiatalokban, hogy bele nevelődjenek ebbe a dologba, hogy tudatosan legyenek magyarok, és hogy ezeket a jelképeket használni kell, hogy ezeket a jelképeket tisztelni kell, és büszkének kell lenni rá. Sajnos bátorságot kell önteni a magyar gyerekekbe. Népviselettel, magyar borokkal, hungarikumokkal készültek az osztályok, többen pedig magyar énekesek magyar dalait választották. Én nagyon fontosnak tartom igazából ezt a napot, mert szeretném, hogy a mai fiatalokban egyre jobban fellángoljon ez a magyarság, hogy ne hanyagoljuk el ezt a dolgot. A nemzeti jelképekből kiállítást is szerkesztettek az osztályok, és Rubik kockázni is lehetett a szünetben. A piros-fehér-zöldbe öltöztetett folyosókkal célja volt a szervezőknek az is, hogy ne aludjon ki a haza iránt érzett megbecsülés a fiatalokban.